újabb EFOP-os pályázatot nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Közel 540 millió forintos, vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású keretösszeget használhat fel az intézmény arra, hogy javítsa a lakosság egészségi állapotát. Ezért idén márciusban 6 egészségfejlesztési irodában összesen 24 főállású dolgozó kezdte meg a munkát. Nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy fogalmaztunk, gyakorlatilag az embereknek el kell mondani, nagyon sokszor ismétlés a tudás anyja, szoktuk mondani, el kell mondani, hogy mit is tegyen tulajdonképpen, hogy tovább élhessen, mit tudjon tenni a családjáért, mit tudjon tenni a közösségért. Tehát ezek az irodák, mint egy az alapellátás megsegítésé mellett egyfajta, hát hogy mondjam, összefogó szerepet biztosít, illetve megpróbálunk mindenhol jelen lenni, tehát minden olyan rendezvényen, ahol nagyon sok ember összejön, vagy kevesebb ember összejön, de ott is iskolákba, civil szervezetekbe, egyházak vonatkozásában is, és ezáltal tulajdonképpen azt a célt tudjuk elérni, hogy minél egészségesebb, minél több és minél egészségesebb ember legyen. Az egészségfejlesztés, a prevenció és az életminőség javítása átfogó kormányzati projekt, ezért indult el országosan az EFI program. Ez nagy lépés a lakosság számára és az irodának helyet adó kórházak számára is. A házi orvosi rendelők csúfoltak, és a kórházakban nagy a betegbeáramlás, ezért volt szükséges egy új frontvonalat nyitni, ahhoz tervezetten lehet igénybe venni az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait. Azonban az EFI irodák nem csak ezt kínálják. A 6 járásban, a 2 éves támogatási időszakban közel 3600 program valósul meg. Különböző szolgáltatásaik vannak, 3 részre osztanám ezeket a szolgáltatásokat. Az első része az, ami a testi egészségi állapot javítását szolgálja, itt különböző mozgásprogramokkal, gerinctornával, nordic walkinggal, kerékpártúrával, mozgásterápiás tanácsadással várjuk a lakosokat. A másik része az a táplálkozás tanácsadás, amit folyamatosan végzünk az egészségfejlesztés irodán belül, és különböző programelemek is tartalmazzák ezeket a táplálkozási tanácsadásokat. Ezek táplálkozási irányelvek alapján próbáljuk meg egyéni szinten, illetve populáció szinten testre szabni ezt a tanácsadást. És a harmadik része az pedig a mentális egészségfejlesztés. Itt szintén csoportfoglalkozások és egyéni tanácsadások alkalmával próbáljuk meg azokat a személyeket bevonni, akiknek már valamilyen létező vagy mentális betegségük, vagy pedig szenvedélybetegségük van. Számukra mentális egészségfejlesztők adnak tanácsokat. Megyénkben, akárcsak országosan, a leggyakoribb probléma a szívérrendszeri és a daganatos megbetegedések nőknél és férfiaknál egyaránt. A genetikán túl a táplálkozás, a káros szenvedélyek és a fizikailag nem aktív életmód is hozzájárul ezek kialakulásához. Ezen problémák megoldásában is segítséget kaphatnak a lakosok az EFI irodákban.